Az csak az erdjáknak van, akik nem akarnak közbe sérülni. Ottan ide, szépen, nagyon ügyes vagy, Pinocchio. Oda átugrunk, nagyon jó. Hú, na az mondjuk lehet gond. Easy. Welcome to the territory of the Black Rabbit Brotherhood. Remember? Anyone who fails to pay the protection fee on time is headed straight for the coffin. Aha. Tehát ha nem fizetek pénzt, meghalok. Oké. Na, én most annál sokkal jobban szeretnék egy... Ott a checkpointom. Oh, és ott van a vörös osztriga vár. Vagy mi az? Red Lobster. Ó, velük már találkoztam. Na, húzzunk haza. Menjünk haza, mert ha jól látom, Jepettóval, vagy nem tudom, a fehér emberrel kell beszélnem. De nem kell törölni, tehát hogy nem hangzott el semmi olyan, amit törölni kellene. Kék osztriga, vörös homár egyre megy? Na, először is. Én fel szeretném húzni azt a fegyveremet, amint az előbb kaptunk. Legalábbis annak a penge részét. Tü-tü-tü, hol van? Itt van. Ez kell nekünk. Hidden Moonstone 1, Hidden Moonstone 2, nagyon jó, 3, és tudok rajta még egyet húzni, tehát ugyanúgy 4-es lenne, mint a többi. Legyen így. Beadjuk neki a 4-est. És akkor azt kell megnézni, de ezt majd most itt megnézzük, hogy ha én azt mondom, hogy megyek ezzel így. Döfködünk. Aha, és egy dupla. Nice. Oké, ez tetszik. Gyorsan lehet vele döfködni. A heavy attackja egy dupla szúrás. Ú, ez a handle is jó. Oké, nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha rárakom a már fölupgrade-elt alsó részre. Tehát a pengét rakjuk rá erre. A gond az, hogy ez az alsó rész... Ja igen, ez még egy info. Nézzétek csak. Ha megnézitek, akkor minden egyes pengének, vagyis minden egyes felső résznek van egy statja. Ennél például láthatjátok, hogy... Várjál, ez nem jó. Ezt úgy kell megmutatni, hogy előtte visszarakom. Na, igen. Nézzétek csak. Tehát így, hogyha rajta állok, akkor mutatja, hogy az alsó rész az milyen damage-et szolgál ki. Eddig megvan, nem? Tehát ez egy stebelős. Tehát az alsó rész, ez szurkálásra jó. Ha erre rárakok egy olyan fejet, ami nem szurkálós, akkor ki fogja írni a lefele mutató jelet. Tehát, hogy nem jó rá, lehet használni, de nem fog annyit sebezni. Ugyanúgy, mint ahogy ennél látod, ez slash, tehát ez slash ütéseket csinál, ergo olyan felső részt érdemes rárakni, ami alapból slash, tehát jól kiegészítik egymást. Tehát amit én mondtam most pont, ugye a dagger, látod, ott mutatja a lefele slash-t és a stab egyenlőség jelet. Tehát, hogyha én erre rárakok egy ilyet, akkor megszűnik a stab, ami amúgy a daggerhez kell, és egy gyengébb, egy lefele mutató jeles, gyengébb slash attackot fog csinálni. Viszont ha olyan alsó részt rakok rá, ami mondjuk például ez, emlékeztek? Ez a izéhez volt, a rapijéhez, amivel döfködsz, akkor mutatja, hogy az jó, mert összeillik a kettő, tehát stab-stab. Ennél megszűnik a stab, de egy gyenge slash-t kap, ennél például jó lesz a stab, de kap egy gyenge slash-t,
És így tovább, és így tovább. Na most ettől függetlenül meg akarom nézni, hogy milyen így. De érthető volt, nem? Amit így akartam mondani. Tehát most már nem szúrok vele, hanem vágok. Magára mondjuk ez leesik róla. És egyébként így ér, így, mondjuk az a baj, hogy nem egy szinten van a kettő, tehát nem tudom nektek úgy összehasonlítani. Tehát, hogy erre egyébként ez az alsó rész nem jó. Viszont a slusszpoén az egészbe, ugye? Hogy amelyik alsó rész jó rá, az még nincsen felhúzva. Tehát azt kellene megnézni, hogy például, hogyha ezt a fegyvert nézem, többet sebzek-e vele így, vagy úgy, ha összerakom normálisan. Csak ez persze nem mutatja. Tehát nem tudom összehasonlítani. Olyan nincs, hogy felfele mutató nyíl. Vagy egyenlőségjel van, vagy lefele mutató nyíl. Mert az a bajom, hogy bár mondjuk... Amúgy nézzétek meg, ezt mondtam, hogy nincs túl sok különbség közte. Annyi csak, hogy... Tehát 63... 68-68 az alap, és arra jön 13-37, ezen meg 9-37, de ráadásul... Valószínűleg a C-skáládódás miatt kap többet. A kérdés, hogy vágni akarok vele, vagy döfni? Egyelőre most maradhatunk a döfő verziónál. Nézzük meg, hogy ez mi. Bár mondjuk abból a szempontból viszont jobb, hogyha... Nem, megtartjuk külön, mert akkor tudok váltani fegyvert. Tehát ugye ez ezzel illik össze. Ez ezzel illik össze. És ez pedig ezzel illik össze. Csak hogy meglegyen mind a három fegyver, hogyha adott esetben kell, akkor útközben tudjak váltani köztük. Jó, és akkor nem tudok tovább upgrade-elni, mert most már mindent upgrade-eltem. Oké. Okay. Ugyanúgy a tüzes grindst, az a baj, hogy ezeket meg nem tudom használni. Nem tudom használni azokat a köszörű köveket. Tör markolattal nem lenne gyorsabb az atakja? Mind a kettő tör. Tehát az új is tör. Request appraisal of collectibles. Smiling bunny mark. Mi van? This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlam district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf. Kapok valamit tőle, amivel könnyebben mozoghatok azon a területen. And give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Aha, beleraknak egy hazug koporsóba. Physical records to catalog for the collection. Such effort deserves commensurate reward, don't you think? Crescent Moonstone. Jó, ebből az a baj, hogy kettő kell. Request appraisal. Ask something else. Purchase. Oké, okay, kérdés, srácok. Az a cucc, amit kaptam, amit az előbb néztünk, ez. Ez így passzívba működik? És ütni kéne vele mobokat? Egy kis GG, lehet, hogy fogom tudni, csak az a baj, hogy nem találtam még olyan krenket,
ami advances, és még kettőt. Egyen van, vagyis egy volt, azt elhasználtam, és most várunk arra, hogy meglegyen majd még kettő, hogy upgrade-eljem. Jó, figyeljetek, igazából a fegyver föl lett húzva, tehát van 3 darab 4-es fegyverem, ami az én buildemhez való, BA és A skálázódással, egy tüzes, egy acid és egy elektrik, az, az jó, tehát hogy rendben van. Annyi csak, hogy az egyiknek van csak upgrade-elve az alja. Mondjuk a másiknak meg alapból A-s az alja, úgyhogy nem rossz. És van egy plusz fegyverem, amit fölhúztam, hogyha kell esetleg egy Great Sword, az ugye D motivity és B technik. Na most mivel van ilyen-olyan statom, ezért végül is nem rossz. Annyit tudok vele csinálni, hogy azt a felső részt, azt rá tudom rakni valamelyik alsó részre, csak azzal úgysem fog skálázódni, mert ezen nincsen ugye semmilyen extra damage, viszont azt meg tudom tüzezni, hogyha kell. Úgyhogy egyelőre így állunk, majd most megnézzük, hogy ezzel a fegyóval mit tudunk alkotni. Annyi, hogy akkor viszont fejlődjünk, mert másra most nem kell az XP. Hát tudunk tovább menni ezzel, és akkor a special attack-om fejlődik, ezt fel tudjuk tolni 25-re. Az nem rossz, és akkor maradt 1700-am. Az is annyira nem vészes. Hát akkor menjünk oda-vissza, sehol máshol nem mutat sidequestet, úgyhogy... haladunk tovább. Nem egy kicsit sajnálom, de nem baj, majd a 7-es chapterbe egyébként lehet retalentelni, tehát hogyha akarunk, akkor át tudunk menni akár full strength-re, akár full motivity-re. Vagy azt is kipróbálhatjuk, hogy mi van akkor, hogyha csutkára minden statot az advance-re rakok, mert most azért elég sok van máshol is. Na, beszélgessünk. De várjál, mit kaptam attól a csókától? Semmit? Ez mondta, hogy ad valamit, amivel könnyebben tudok majd mozogni a legrebites területen. Jól gondolom, skacok, hogy ez a cuccom, ami van, ez kell a boss fegyvereknek az upgrade-eléséhez? Ja, oda van írva, special weapon blade up to 3, aha. És a 4-ből pont nem tudom kirakni. Mert az elsőnél 1 szokott kelleni, a másodiknál 2, a harmadiknál meg azt hiszem 4. Na, no, beszélgessünk velük. Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard that Black Rabbit ellen is stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. Huh. So, you gonna do it? Na figyeljetek! Ezt itt nyugodtan lehet ilyen spoileresen válaszolni. Elfogadjuk az ajánlatot, és segítsünk nekik, tehát create a distraction, tehát tereljem el a figyelmet, a többit megoldják ők, vagy refuse. Nem tudom, hogy ez mit eredményez, egyik se. A Black Rabbit ellen vannak, akik gyilkolnak. Aki előrébb tart, az elmondhatja, hogy ennek egyébként mi az eredménye. Hál' Istennek ez nem időre megy, hogy gyorsan kell reagálnom. Addig várok.
Nagat meg Miss Lorty biztos, hogy tudjátok, hogy mi van. Én szerencsére nem tartok előtted, szóval passz. Jó, láttam, hogy ma nyomtad. Nem tudod, mi a különbség. És te melyiket választottad? Mert akkor megnézhetjük. Egyelőre semmi eredménye nem volt, chapter 7-ben vagyok. Aha. Segítenek, akkor jönnek veled egy ideig. Ó! Ti azt választottátok, hogy accept ezek szerint? Én az acceptet, Dodoca, refuse, semmit nem láttunk. Hát akkor elfogadom. Smart choice. Jó, oké. Okay. Biztos, hogy lesz valami eredménye. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. Aha, tehát akkor most jönnek like majd it. Velem. I like it. I like it, let's fight on. Ő vele meg nem is beszélhetek. Jól láttam, hogy ez itt egy ajtó, ami majd a másik irányból nyílik. Igen. What do you think? It's not bad, eh? How are you? Na most vagy kurva erős ez a fegyver, vagy ezt amúgy is egy hiteled. Három ütés szokott lenni a másik fegyverrel is, úgyhogy elég erősnek tűnik. Az acid. Várja, majd mindjárt olvassuk. KS. Szóval nézzük meg, hogy mi is volt a... Hogy azt hol tudom elolvasni? A guide. Az acid, az mit csinált? Azt hiszem, az csak egy dotot rak föl. Na, várjál. Overheat nem? Decay lenne? Decay okurven acid damage builds up. Igen. It inflicts continuous weapon durability and acid damage on your character. It increases destruction damage dealt to monsters. Destruction damage? Az a weapon destruction lenne? Tehát ha ezt fölépítem valakire, akkor gyorsabban töröm el a fegyverét? The higher your acid resistance, the slower the decay. Jó, az nem érdekel minket, hogy rám milyen hatás. De gondolom, mivel rám olyan hatással van, hogy acid damage-et csinál, és a weapon durability-met szedi le, ezért gondolom, ugyanazt jelenti az ellenfélre is, ez a destruction damage, hogy a fegyverét gyorsabban tudom eltörni, és láttuk a babán, amikor megütöttem, hogy amúgy dotolt is. Az akkor nem biztos, hogy olyan rossz lesz. Jó, akkor csak annyi, hogy építsük fel, és akkor tudunk. Mondjuk ezeken a mobokon, akikkel most harcolok, ezeknél nincs fegyver. Tehát ez gondolom olyan enemy ellen lesz jó, akinek van fegyver a kezébe, és még gyorsabban törhetem azt el. Na bazd meg, veled mi van? Azt hagyom nektek, jó? Én öltem meg. Amúgy nem rossz ez a fegyver, csak ezzel valószínűleg kurva keveset lehet levédeni, ugye? Aha. Hát 47... Mondjuk a 47 az 58-hoz, az egyébként annyira nem is nagy diffi. Tudod, mi a diffi? Amikor mondjuk ilyen 60-as meg 70-es számokat látsz a greatswordokon. Na ez bazd meg! Hát ezzel még jó, hogy könnyű menni, baszki! Aki ezt használja, hát ezzel védekezel és szinte semmilyen damage-et nem kapsz be. Köcsök strength buildesek. Túl jó dolgotok van. A faszom, én meg leesek a ligba.
Picsába, hát most innen... De ti meg mi voltok olyan hülyék, hogy utána mestek? Nem mindegy, loot. Ennyi? Archbreak cartridge. Na várjál, akkor az cartridge. Mit ad? Mindenből többet. Ez az is, még nehezebb lettem tőle. Fasza. Jó van, van baj. Amíg nem vagyok overburdened, addig nem érdekel. Az föl kell? Nem kell föl. Have a taste of lab greatest wine. Itt strength shaming van, igen. Igen, mert tudjátok pont, tehát hogy ezen gondolkodtunk, hogy vajon strength, tehát nekem az volt a gondolatom, hogy vagy strength build-et csinálok, vagy ezt az advanced. Mert ugye a strength build-en még nem volt egy Souls game-be se, ami ilyen pure strength. És végül azt választottuk, hogy advanced, és rosszul választottam. Mindegy, lesz lehetőségünk majd retalentelni. Jó irányba jövök. Whoa, hold up. It's been a while since I worked like that. I got aches, you know? And I wouldn't want to cramp your style. I'll itt take a breather here, then catch up later. Catch up later. Aha. Hát ezek itt maradtak. Nagyon jó. Ennek akkor gondolom, mi lesz az oka. Jaj, mert hogy itt van a nyuszinak a jele. Eddig voltatok bátrak, mi? Motivity. De miért Motivity Crank? És látod, megint az van, hogy nem Advanced Crank-et kapok, hanem egy köcsög Motivity Crank-et. Itt van a Mage Build? Hát, úristen, mi az ott, bazd meg. Úristen. Mennyire volt közel egyébként a checkpoint? Mert lehet, hogy megpróbálnék elszaladni mellette, hát ha van egy checkpoint valahol a közelben. Nem úgy tűnik. Elfordulnék, köszi. Ne most nyisd ki, basz meg! Kvarc, az jó. Oké. Nyugi, nyugi. Itt elbújunk a sarokba. Fel tudunk menni. Oké, itt is fel tudok menni.
Na. Hívnak a tetyák. Na figyelj, figyelj, figyelj! Lehet, hogy feladvány lesz, úgyhogy figyeljetek. Ezt múltkor is ti fejtettétek meg. Riddle, figyeljetek! Proud when I'm young and bold, short and humble. Kendall! That's right. Did you cheat? Are you cheating? Better not be cheating. You are irritatingly good at this. Or am I? Oh, impossible. I am the king of riddles, and you are just, well, you. Tuti csalik. Nem, ezt most kivételesen tudtam. Az előzőt azt viszont nem tudtam volna nélkületek. Ha ezért megint kapunk egy kulcsot, akkor van egy ajtó, ahova vissza kell menni és kinyitni. És azt hiszem, azt pont mondta Miss Lore, hogy hol van, ahhoz vissza kell menni az óratornyos részhez. Igen, azt hiszem, az vissza kell menni oda az acidos köpködősökhez, ahol forgókerekek voltak. Igen, ahol az elektromos golyó, azaz. Na jó, most megkerültem a... De odam az meg hogy mész? Várjál, ott valahogy lehet közlekedni a tetőkön. Dobigál onnan. Na, nyugalom, nem volt itt semmiféle izé, nyugodjál le. Őrd meg azt a hülye kutyát. Várjál, majd a kutya ide jön. Jó, nem? Hű, bassz meg, te ő, igen! Ebbe komoly! Szóval, hogy... Valahogy föl lehet menni ott a tetőkre. Itt hagyott el engem a izé, tehát biztos, hogy innen megyünk tovább. És itt nem tudok kiugrani, pedig az lenne a lényeg, hogy oda eljussunk. Na jó, menjünk tovább, találjunk egy checkpointot.
fosok a lepkére. Na, az viszont szerintem nem marad fönt. Az a hülye lepke az ott. Á, itt van! Na, király! Ide akartam eljutni. Bone cutting saw blade. B motivity, D technique, ez egy slashes fegyver. Egy great sword. Ha. Úgy jól néz ki, csak a természetesen megint egy strength-es fegyver. Oké, okay, na itt viszont már lehet játszani azzal, hogy hol kell lemenni. A, na várjál. Itt. Aha, megvan. Ó. Ó, bazd meg. Te maradjál ott len! Oké, akkor ott még azt meg kell ölni szembe. Ezekre gondolom be lehet esni. Itt jöttünk föl. Ugye? Itt jöttem föl. Igen, mert ott kelt föl az a némbár. Megvan ez is. Megvan ez is, nem kéne leesni. Na vissza. Nem tudom, hogy lezuhan el, de mindegy. Jó, na, elméletileg mindent begyűjtöttem innen, amit lehet. És az az egyetlen egyenemi maradt ott lent középen. És én pedig tovább haladási iránynak látom ezt. Ugye? Vagy innen jöttem? Nem innen jöttem. Jó, eddig jó. Kíváncsi, hogy mi lesz a mögött az ajtó mögött? Majd én is. Szerintem azt a valamit meg kell ölnöm, és akkor nyílik ki az ő ajtaja, vagy ő dobja azt a kulcsot, mert ott van egy nagy kapu. Há, igen. Vagy, ugye itt lemászhatok. És az ajtót kinyitom innen. Hát ez sokkal jobban tetszett ez a megoldás. Jó, akkor az legalább már megvan. Most keresünk egy checkpointot, és majd utána visszajövünk ezt megölni. Az a baj, hogy ilyen hidden moonstone-ra nem nagyon van szükségem. Egyelőre. Oké. Okay. Igen, mert az a gond, hogy azért nincsen nagyon szükségem ilyen hidden moonstone-ra, mert nem nagyon van olyan fegyver, amit a jelen buildhez érdemes lenne még fölhúzni. Már így is pluszba húztam egyet azzal, hogy vagy egy ilyen strength, vagy az nem is strength-es, hanem egy dexterity-s greatsword-nak a pengéjét fölhúztam. Ez annyira átlátszó volt. Majd, hogyha találunk még olyan fegyvert, aminek van értelme, akkor oké. Okay. Na. Azt mondja, hogy... Ott arra nincsen semmi már. Ott van fönt egy item. Ó, és erre nem is tudok menni, pedig van egy lefele, vagy egy lépcső ott.
Egész sok ergót kapok most, úgyhogy megint fogunk tudni szerintem egy szintet lépni. Ott egy nyuszi. Bazd meg. Ott volt egy nyúl. Akkor ő lenne a Black Rabbit? Aha, az az ajtó az nagyon csúnyán nyitva van ott. Te át tudsz menni ezen az ajtón. Ó, viszont Crescent Moonstone az nagyon jó. Azzal most valamelyik... Várjál, mert azzal igazából valamelyik fegyveremre tudok húzni egyet. Most vagy azt nyitom ki, vagy egyébként ide fölmegyünk most, ezt megnézzük. Most ugye plusz egyes, vagyis hát négyes az összes fegyverem, és az egyiket fölhúzhatnám ötösre. Red Lobster Inn. Taste the essence of traditional dishes from Krat. Hát a zene az kellemetes, az kevésbé, ami ott jön föl most éppen. Szem elég nagyot rakott az a special attack-on most ezekre a mobokra. Milyen kellemetes volt ez a fight így. Valami még hümmög ott. Jobbat megy ez a fegy... Nem tudom, hogy jobbat megy egyébként. Vagy csak az, hogy ugye az elektromosság az a papitokra nagyon jó. És ugye most igazából ilyen zombi embereket ölök, amire meg a fire ment nagyobbat. Most jó. Tehát, hogy abszolút jó ez a fegyver, azt mondom. Ott egy ajtó, na azt azonnal nyissuk ki. Na ez hova nyílik? Áha, jó, akkor most már nem para a halál, mert kinyitottuk ezt a shortcutot. De függetlenül itt még azért körbenézünk, hogy tegy létre. Itt még körbenézünk, mert de vissza akarok menni megölni azt a nagyot. Ó, hello! Várjál, múltkor ettől tök jó cuccot lehetett venni. Show the Black Rabbit Butterwood Mark. Szurka fegyver neked jobban bejön, mint a tűz és a sok? A tűz is egyébként szurka piszka fegyver, pont olyan, mint ez. Mert az is dagger. Úgyhogy ebből a szempontból mondjuk igazából majdnem mindegy. Ha azt a kettőt hasonlítod össze. Anyás, van nála fegyver. Egy CC-skálázódású kard. Zene. Ez temporary acid, az nem kell nekünk. Az a baj, hogy ezeket meg kéne venni. Már csak a collection miatt is. Mit csinál ez a bullet? Ja, throwing object, jó, persze, mi más lenne. Hát a fegyvert azt megvenni, hát figyeljetek, én ezeket megveszem. A curved sword, hogy legyen meg.
1400-ért megvesszük ezt is, ez Arc Shock Cartridge, és akkor 3800 kell a zenéhez. Jó, adjunk el cuccokat. Ezek közül eladjuk ezt, mert ezzel csak Boss Aria Fragment, tehát ebből eladjuk mind a 41-et. Fegyvert nem adunk el. Collectible-t nem adunk el, amulettet nem adunk el. Itemeket adhatunk el. Temporarily protect death ergo when hit. Nem kell. Temporarily protect current ergo even in death. Nem kell. Repairs weapon durability, azt megtarthatjuk. Reduces presence. A special dust that reduces presence like a cat. Oké. A fable-t azt megtarthatjuk, a status alignment-et megtarthatjuk, meg azt is. Az increase attribute resistance az nem kell, special resistance nem kell. Nem tudom hegyezni a fegyveremet, úgyhogy szart se érek ezzel. A dobálós cuccokat meg megtartjuk kivéve ezt. És ugye nincsen boss szólom, tehát ezeket meg el tudjuk adni, és akkor nem kell megennem. Jó, ezek dobálós objektumok. Hát ezek meg már a bankban vannak. Jó, van 12 000-em. Úgyhogy meg tudjuk venni mindet, amit akarunk. Itt a zene. Azt hazamegyünk, meghallgatjuk mindenképpen, mert eddig egy zeném van, és az is bazió volt. De a 8000 most akkor rajtam marad egyelőre. Jó, nagyon szuper. Opa! I, Romeo, will become the greatest stalker in all of Krat. Oké. Then I will become stronger than Romeo and become the greatest stalker in the world. Oké. Rendi check. Na, akkor ez megvolt. Erre van a checkpoint, tehát hogyha meghalunk, akkor itt tudunk majd visszajönni. Csak akkor megint harcolni kell ezekkel. Valószínűleg akkor közeli checkpointom már nem lesz, tehát hogyha itt megyek tovább... Ott van fönt a két barát. Igen, lehet, hogy hazamegyünk szintet lépni. Hey, everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask. You're really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Ezek szerint itt jön akkor a boss. Igen. Jó, akkor most viszont visszamegyünk, mert ez már a boss érja. Ma mindenképpen rá fogunk menni arra a bossra, mert meg akarom próbálni. Annyi csak, hogy akkor most menjünk vissza. Most azt nem tudom, hogy lépjünk-e szintet, vagy előbb menjünk rá a bossra. Mert hogyha most hazamegyek szintet lépni, akkor most clear-elnem kell. Vagy hát bossra, arra az elitre. Akkor clear-elnem kell mindent, hogy visszajussak hozzá. Bár ott kinyitottam egy ajtót, tehát elméletileg nem kellene, hogy messze legyen. Hát próbál... Bár mondjuk az meg nincsen heal-em. Hát... Akkor... Hogyha mellette halok meg... Az a baj, hogy minden mást is ki kell akkor szedni. Boss előtt az nem checkpoint volt? Nem, az... Az a baj, hogy szerintem heal nélkül ezt nem fogom megölni. Jó, akkor hazamegyünk, és majd... És majd akkor clear-elünk ide visszafele. Csak ugye fönt is lesznek, de legalább ez az ajtó nyitva van, tehát át tudok szaladni ide. Meg igazából, ha már visszajöttünk, meg tudjuk nézni a Trinity-s szobát is. Meg tudunk upgrade-elni egyet a fegyveren. De baj, nem tudom, hogy melyik fegyveren kéne upgrade-elni.
egy fegyveren tudnék upgrade-elni egyet. Kettő ilyen Crescent Moonstone-om van. Vagy az elektromoson tudok fejleszteni egyet, vagy az acidoson, vagy nyilván a fire-osan. Melyiket mondanátok? Na majd ennek a handle-je van upgrade-elve. Ez amúgy többet sebez, 86-tal. Nem sokkal, tehát 6-tal sebez többet, mint az acidosat? Savasat? Jó. Akkor felfejlesztettem a savasat. Most már 4 darab Crescent Moonstone kell hozzá. Valószínűleg egyébként majd a Crescent Moonstone is vásárolható lesz, ugyanúgy, ahogy az előtte lévő. Tehát annyira nem aggódok, mert amint átlépjük azt a szintet, hogy az is vásárolható lesz, akkor fölhúzom egybe mindegyik fegyvert. Szia, Bobby! Egy szintet tudok húzni. Legyen akkor ez. Akkor már kitartunk a szarválasztás mellett. És zene. Ugye eddig volt ez a zenénk. A feel. Ezt biztos hallottátok, ezt a zenét egyrészt múltkor nálam. Ez az első, amit szereztünk. Szerintem tök szép. Come to me, feel alright. Just dance with me all through the night. Turn it out close to you. I feel good. A Butler nem árul olyat, az a baj. Erre ölni a boszt. Nem lehet beletekerni? Nézzük az új zenét. Jó francia zene! Oké, köszönjük szépen azért a francia zenét, azt annyira nem szeretem, bár a francia rap az vicces. Ja, és hogy a Butler állul le újra. Az a baj, hogy nem restockolt. Ne tudod? Az a baj, hogy az az egy darab advanced crank az itt volt nála, és nem tudom, hogy egyáltalán valaha restockol-e. Most ezt is megveszem tőle, hogy ez is legyen meg, de nem tudom használni. Az a baj, hogy ugye nekem olyan fegyvereim vannak, amin van alapból egy element, és nem enged dupla elementet használni. Na, akkor most megpróbáljuk megölni középen azt az elitet. Utána, ha gondoljátok, visszamehetünk a Trinity szobát megkeresni. Vagy előtte megöljük a bosst. Honnan volt ez közelebb? Mofli, köszönöm szépen a második hónapot. A boss van arra. Mi van, ha ezeken átszaladok?
Itt lesz, nem? Azt hiszem itt volt. Igen. Jó. Ne, nagyon hangulatosak ez egyébként a zenék, igen, azt én is adom. Na, a bajom az, hogy fönt is van mob, ami dobál, és én azt nem szeretném. De ővele harcolnék szívesen, gyere? Aha, nem jön be ide. Hogy bejön? De bejön. Jó, akkor gyere. Ha? Jó. Oké, beszorultam megint. Mindenképpen kifogom ide húzni, hogy a föntről dobálók azok ne üssenek meg, vagy ne dobáljanak meg. És akkor csak azt a kettő-három mobot kell megölni a kutyákkal. A többi az nem probléma. Anyád, valaki nagyon keszel mögöttem. Nem lesz rossz egyébként ez a fegyver szerintem. Nem már! Jó, mindegy, ez a kis damage, ez belefér. Azt próbáltad, hogy az elemi hatást adó. Hát a meglévő... Nem, mert a tüzes fegyver volt nálam. Vagy várjál? Nem, azt hiszem, az pont nem. Nem. Ezen se engedi. Tehát azt egyáltalán nem. Tehát, hogyha van egy element rajta, akkor nem enged semmit. Sajnos. Bazd meg. Te baszod az anyám. Éreztem, hogy ezt nem fogom kiízelni. Jó, oké. Hogy egy klasszikust idézek, elfelejtettem leiratkozni. Na, hát ilyen nekem is van egy pár. Az a baj, hogy... Nem. Most még csak azt sem tudom mondani, hogy beszari módon megyek a mobra, mert többször támadok, mint kellene. Kijön utánam? Szerintem már nem. Jó. Oké. És ezt úgy használtam a pajzsot is. Ezt a pajzsot nem annyira élem egyébként. Ilyen kicsi mobokra nem volt rossz, viszont nem nagyon látom azt, hogy végig jól le tudna védeni mindent.
Ne basszál már föl. Ezek. Ez volt az egyedüli jó eddig. Egyszerűen ezeket a késleltetett atakokat pedig szerintem olyan borzasztó egyszerű lenne levédeni, és passz meg nem megy. Ez nagyon-nagyon rossz. Fú, bazeg. De ennyire rosszul csinálni ezeket a védekezéseket, ez az gyászos. Szórakozol velem. Szia, anya. Csú. Jó, hát egy híl elment arra, hogy ide jöjjek. Az lesz az meg, hogy le fogom dobálni föntről. Veszek csomó cuccot, fölmegyek és föntről lelövöm.